Ugye önök is ismernek olyan embereket, akik mindent megtesznek azért, hogy Erdély egyre jobb, élhetőbb hely legyen. Ilyen emberekhez látogatok el én is, hogy bepillantsunk a hétköznapjaikba, munkájukba. Badics Petra vagyok, lássuk ma, ki lát minket vendégül. Jó napot, megjöttem! A Székelyudvarhelytől mindössze 13 kilométerre található Oroszhegyre Bálint Elemér polgármester elmondása szerint út vezet be, de ki már nem. Az ott töltött idő alatt pedig számomra is világossá vált, hogy aki erre a helyre téved, nem biztos, hogy keresni fogja a kivezető utat. ...4250 lakosból több mint 3000 lakost a nevén szólít, és mindene a felmenőinek öröksége Oroszhegy. Jó érzés, visszahoz egy darabot a gyermekkorból. Visszahoz egy darabot abból a régi, másfajta világból, amikor mi felnőttünk. Szép gyerekkora volt a polgármester úrnak. Hát általában az embereket megkérdezik, csak igennel tudnak válaszolni, mert az, egy, az emberi élet folyamán az talán a legszebb kell, hogy legyen mindenkinek. Rendkívül szék, hasznos, tartalmas. Aki kéne emelni egy embert, vagy egy dolgot a gyerekkorában, ami talán a leginkább fontos volt, vagy a legnagyobb hatással volt önre, akkor az ki lenne, vagy mi lenne? Hát mindenek előtt, mindenek felett a szüleim. Édesanyám, édespám személye, akik... Ugye biztosították a kezdetektől a tanítatásomig, és később is a szeretetet, a jó tanácsot. Utazzunk egy kicsit vissza a múltba, és nézzük meg, hogy ez pontosan hogyan is volt. Szétnézek itt a kereszt, a kaszálló emberek, gyermekek a villában. Maga az érintetlen természet, az én érzésem szerint van egy elkerülhetetlen megmaradás hangulata. Valahogy az embert arra készíti, hogy ezt értékként kezelje, és mindenkinek tanítsa, mutassa és vigye tovább. Ez fontos. Miért fontos ön szerint a hit egy ember számára, és miért ennyire fontos például Oroszhegy számára? Én egy rövid mondatban meg tudom fogalmazni, hogy mindeneknek az alapja. Tehát egy közösség, közösségi lét értelme anélkül nem értelmezhető. Tehát alap. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy annyi mandátum, annyi polgármesterség, vezető idő után, talán mit emelnék ki értékként, én az egyiket odasorolom elsőként, hogy vasárnap a két szentmisén megtelik a templom. Megtelik a templomkert. Hozzák a gyermekeket, belenevelik a tudatosan a hithez való ragaszkodást az emberek. És hogyha van egy ilyen alap, ami végül is, ha úgy veszük, egy közös gondolkodásként is felfogható, akkor már van mire építeni. Egyszerűbb a következő téglát, pillért, valamit lerakni. És hogyha ez alap, akkor ennél hitelesebb, erősebbet nem tudok én így hirtelen kitalálni. Polgármester úr, mi a helyzet a családdal? Mikor érezték úgy, vagy esetleg érezte ön úgy, hogy talán most túlságosan is háttérbe szorult emellett a család, vagy volt-e ilyen egyáltalán? Hát voltak ilyen pillanatok is, mert ugye az időnek az egyik legfontosabb paraméter a fizikai mű volt. Tehát a 24 óra az 24 óra. Most azt ugye pihenéssel, feltöltődéssel, munkával eltölteni, ahhoz itt-ott kell egy beosztás is. Tehát nem lehet véletlenszerű. A munka az fontos, mert nagyon fontos része az életünknek a feltöltődés szintén. Nekem a család mindig a feltöltődést jelentette. Azt el kell áruljam, hogy a
munka és annak a mikéntje vagy részletei, azokat soha nem vittem haza. Tehát én amikor bementem a kapun, akkor mindig igyekeztem arra, hogy azokat a gondokat vagy megoldásra váró feladatokat, amiből lehet, hagyjam kint. Mert hogy a munkabeosztásomat úgy osztottam be, hogy körülbelül abban az időben, amit munkára szántam, azt el tudtam végezni. Tehát a házon belül, kapun belül erről szó nem esett. Viszont a napi ilyen jellegű mókuskerék hajtásban az ember bizony elfáradt, kiég. És akkor az ehhez való energiát ezt otthonról kaptam, a családból, a feleségemtől, aki most már nyugdíjas pedagógus, a gyermekeimtől, akit ugye szép nagy szeretettel neveltünk addig, amíg ki nem repültek, mert az életnek ez a sorsa. És akkor mindig nekem a család otthon az a töltekezést jelentette. Fizikailag, lelkileg, szeretetben, türelemben, mindenben, ami az élethez és a napi munkához szükséges. Ha jól tudom, az első áldozására kapta az első fotógépét. Hát igen, a fényképezéshez való kötődése van, amikor még onnan kezdődik. Akkor kaptam az első fényképezőgépet, és nagyjából végkísérte az életemet, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. A fotózásban azt látom én, hogy a szép és jóra való odafigyelést ne kellene örökíteni. Egyik pillanat sem olyan, mint a másik. Ön szerint a mai világban, amikor mindenkinek a kezében van egy telefon, ami tud fényképezni, vagy bármilyen eszköz, amivel fényképeket tud csinálni, miben különbözik az ön által készített kép ezektől a képektől? Tehát mi van mögötte itt a kicsit a tartalmára, a mélységére és a mienségére gondolok? Én tökéletesen visszaemlékszem arra az 5 percre, arra az 5 perc előkészületre, amikor ez a fénykép készül. Tehát az a hozzáállás, az állapot, az a szándék, az valahogy az embert olyan motivációs légkörrel látja el kívülről, belülről a megörökítés szándéka. Tehát ez a legfontosabb, mert hogy ezt alkalmasak látja egyrészt megörökíteni, másrészt pedig átadni másnak, ez egy fontos dolog. Mi történik a következő 10 évben? Az ember életében eljön egy adott időszak, kor, amikor az egyéniségének a napi mértékrendszere megváltozik. Tehát lehet, hogy eddig arról szólt, hogy a munkám által ilyen paramétereket használtam mértékegységként, mint kilométer szurkozott út, hidak száma, az események nagysága, és így tovább, hogy azott kor után az embernek kötelessége maga felé forduljon. És más napi mértékegységeket használjon. Például ilyen, hogy pihenés, többet lenni a családdal, felkészülni egy tisztességes öregebb korra, és ezt a döntést meg kell hozni, amikor a taposó marombó, hát egyszerre nem lehet kilépni, de erre felkészülve bele lehet állni egy másik fajta eszközbe. A szépre és a jóra, annak az észrevételére, az az a való élésre az emberbe készség kell szülessen. Ez vagy vele születik, vagy menet közben alakul ki. Általában, ha mind a kettő van, tehát kap egy olyan nevelést, kap egy olyan közeget, kap egy olyan családot, egy olyan közösséget, ahol ezt kötelező módon hivatásra lesz tovább örökíteni, mint azt a szépet, jót élet vissza, amit tanul, amit belevernek, amin felnevelkedik. Kap egy készítést, hogy majd, amikor felnőtt lesz, akkor ezeket vegye észre.